Szép estét kívánok a ProHardware TV nézőknek! Hangkép oké-e? Erre kell majd nektek válaszolnotok az elkövetkezendő időkben. Arrébb rakom egy kicsit a webkamera control panel szoftver akármit, tehát hogy hangkép oké-e, ez érdekel engem, és akkor megnézzük a méregdrága, ám egyelőre zseniálisnak tűnő Sony Vaio Duo 13 típus jelzésű Ultrabook tablet notebook izét. Ráadásul most jutott eszembe, hogy ott hagytam a digitalizáló tollat, a töltőt, a mini routert és a HDMI VGA átalakítót a másik asztalon. Úgyhogy egy adott időpillanatban, amikor majd a gépet mutogatom, akkor egy 11 kötője 14 másodpercre fogom hagyni a szinteret, addig majd valaki dúdol magában, valaki meg azt csinál, amit gondol, és visszatérek ezekkel az alkatrészekkel, amikor szükségessé válik. Nincs hang, kép oké, írja nekem valaki. Egyetem nincs hang, lehet, hogy nálad kéne csak fölhangosítani. Ezt azért írjátok meg, mert akkor újra kezdem a dolgokat, vagy akkor így elindítjuk ezt a folyamatot. Minden jó, írja Barna. Hangkép jó, írja 31691 user. Még egyet megvárok, és akkor írjátok meg a chatten a user 15300-nak, hogy hangosítsa fel a saját notebookját. Itt minden oké. Na, jó. Tehát, amiről beszélünk, kérem szépen, minden oké, elfogadom. Az ő. Ő az, ami úgy néz ki, mint egy nagyra hízott androidos notebook tablet. Ami abban a szempontból már rögtön cáfolandó, hogy ugye nagyon szépen és jól látjuk, hogy egy Windows 8 fut rajta, azt is megmondom, hogy ez egy teljesen sima standard Windows 8. Emögött a gép mögött egyrészt ugye 13.3-as, amit az érzékeltetés szempontjából egy klasszikus 10 colos tabletet, hogyha ráhelyezek, akkor látszik, hogy jóval kisebb, de azért nem olyan irtozatosan nagy a különbség. Tehát ez egy 13,3 colos notebook, gyakorlatilag csak össze lehet hajtogatni. Ugye ilyet azért már láttunk több gyártónál, de azért ez most egy kicsit egy csomó szempontból extra. Kezdjük a legextrába, szándékosan így tettem ki, tehát rögtön ebben a nyitott állapotban, és hozzá is tenném, hogy ennek a készüléknek nincs zárt állapota, tehát nem létezik olyan, illetve létezik olyan, hogy a kijelző mögötti hátlapot, tehát az nem fedlapot látjuk, abban az esetben tönkretettük a 479.000 forintos készülékünket, és onnantól nagy valószínűséggel elég sokba fog kerülni a javítás. Előttem a legrosszabb részét, a Sony Vaio Pro, a Sony Vaio Duo, ezt a Pro-val a mai adásba fogom keverni, mert hogy ugye Vaio Pro 13 volt itt a múltkor, Vaio Duo 13 az, ami most itt van, tehát a mai adásban, ha véletlenül Pro-t mondok, az természetesen a Duo-t jelenti ebben az esetben. Tehát ott tartottam, hogy nincs fedlap, ez a készülék vagy ebben az állapotában létezik, vagy pedig az egészen zseniális mechanikával működő, csak most a szivacs miatt egy kicsit, és láttátok, hogy magától ugrik? Tehát nekem szinte alig kellett valamit csinálni, vagy pedig ebben a tablet notebook módban, kicsit megpróbálom följebb vinni a kamerát, hogy látszon, hogy ez így hogy néz ki, kb. Most úgy majdnem nagyjából belefér, egy kicsit kilóg, de nagyjából belefér, ebben a módban létezik, ebben a két módban tud létezni a készülék, ami azt jelenti, hogy gyanítom, hogy specifikációit tekintve egy végleges bolti modellt kaptunk, viszont a dobozban nincs hozzá tok, hogy ez a valóságban sincse, azt nem tudom, de ehhez a készülékhez a Sony-nak mindenképpen gyártania kéne valami nagyon kellemes, szívzármentes, neoprén, tépőzáras tokot, ugyanis mindig a kijelző kifelé van. Az egy másik extra, hogy amúgy a tükrös kijelző az érintőpanel miatt, ugye nagyon fényes a borítás, tehát tükröződik, lehet venni hozzá egy olyan fóliát, ami egyrészt védi, másrészt pedig egy kicsit mattabbá teszi a felületet, tehát az sem rossz, de azért egy tok ennek a gépnek mindenképpen jár, hiszen, mondom, vagy ez a mód van, és akkor majd mindjárt körbe mutogatom, hogy hogy működik ez a zsanérzat, és a többi, vagy pedig egy kicsit kipattintva, lerakva,
két ujja, nagyon könnyedén mozgatva. Zseniális az elgondolás, leszámítva ezt a védelmet, hogy gyakorlatilag egy minden esetben védtelen a kijelző. Valószínűleg az átlagosnál azért jóval karcálóbb az üveg, nem menném azt mondani, hogy Gorilla Glass, és kérlek szépen, Larsi, ne is kérj meg arra, hogy egy kulccsal nekiessek egy 480 ezer forintos Ultrabook tablet hibrid képernyőjének, de egészen biztos vagyok benne a Sonyt ismerve, hogy ha nem is Gorilla Glass, de valami azért egy jóval karcálóbb és trapabíróbb üvegborítást, vagy hát nem üveg, de műanyag borítást kapott ez a kijelző. Szóval ez a két módja van, és akkor nézzük is körbe. Először a portok szempontjából így, aztán mivel azért a zsanér egy érdekes, és ez majdnem rímelt, megoldás, azt mindenképpen meg fogom mutatni, de előbb nézzük a portokat. Bal oldalra, ha jövünk, azt fogjuk látni, hogy az ég egy adta világon semmi nincs, egy apró pici bekapcsoló gombon kívül, itt, ez próbál az lenni, csinálok egy nem autofókuszos beállítást, és akkor szóval talán fogjátok is látni, tehát ott látszik, ez egy ilyen kis lapos, picike bekapcsoló gomb, ott látszik, alatta a hűtésszolgáló borda, megyünk tovább, semmi, szépen elvékonyodik, csak így mellé teszem a tabletemet mondjuk, és akkor így látni fogjátok, hogy ez egy teljesen átlagos vastagságú tablet, így, és hát itt ezen a részen, az első részen nem sokkal vastagabb a Vajó Duo. Megfordítom, elő vagyunk, megtaláltam az assist gombot, hát ezt kerestem, csak egy dolgodra nem gondoltam, hogy hol van. Elől az ég egy adta világon semmi nincs, kivéve, hogy kérem szépen, itt hátul egyrészt ott van a Vajó assist gomb, ami ugye a Vajó Care Center és az egyéb dolgokat hívja elő, illetve kikapcsolt állapotban megnyomva pedig egy ilyen kis mini webböngészős kis gyors elérésű dolgot, illetve egy volume felle, ami tabletmódban ugye nagyon hasznos, ezt a kettőt ide integrálták. A rácsozat amúgy pedig a hangszórókat takarja, ami azért szerencsés ugye, mert semmilyen módon nem tudjuk eltakarni, tehát ha notebook üzemmódban felállított képernyővel használjuk, akkor is asztalnak lefelé és egészen vállalhatóan jó hangminőséggel dolgoznak. Ha pedig tabletmódban tartjuk, akkor is gyakorlatilag elfelé szól tőlünk egy kicsit a notebook, így mindig sosem tudjuk eltakarni a valóságban a hangot. Jó, Larsiban fel sem merült a lehetőség, hogy megkarcolom. Ami érdekes, azt kérem szépen egy kis lukacska itt a másik hűtőborda mellett, ugyanis ez egy 8 megapixeles hátlapi kamera. Tehát a Sony azt mondja nekünk, hogy becsukott állapotban ezzel a hátlapi kamerával a fotós tesztek alapján egészen tűrhető, tehát notebook webkamerákat mindenképpen megszégyenítő és porigalázó minőséget produkál, azért egy 8 megapixeles mobiltelefon ennél jobb. Itt egy hűtőbord, és ez a furcsa kis műanyag izé, ami ott kilóg belőle, az azért kell, hogy oda a tollat be tudjuk pattintani, majd amikor elszaladtam a tollér, és szóljatok rám, hogy szaladjak el a tollér, akkor megmutatom, hogy pattan oda. Ennyi, és a jobb oldalon sincs az ég egy adta világon semmi. Egészen pontosan azért, hogy hátul a hűtőbordák, a microSD kártya, a kártyaolvasó, a HDMI, a 2 darab 3.0-as USB, a fejhallgató mikrofon kibejárat és a tápcsatlakozó elférjen. Kérem szépen, mindent az ég egyet a világon hátra tett a Sony, így nagyon szépen, kicsit ilyen, hogy hívták az anyahajót a Star Wars-ban, a nagy csillagrombolót? A csillagromboló szerűen kicsit le legyen csapva itt mind a két éle a készüléknek. Ettől egyrészt nagyon szép lesz, másrészt alapvetően pont a zavaró kábelek, talán az USB pendrive-ok szempontjából hozzáférhetőséggel nehézkes, de az, hogy a HDMI kábel hátrafelé megy, a tápkábel hátrafelé megy, az szerintem teljesen rendben van. Egy picit talán közel került ez a három csatlakozó egymáshoz, tehát egy boomfordibb HDMI kábel, vagy két boomfordibb USB pendrive, az biztosan nem fog elférni kényelmesen egymás mellett, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsi kritika illeti a Sonyt,
Én itt azt gondolom, hogy pont lett volna még ezen a másfél-két centén annyi hely, hogy egy picivel jobban elszórja. Nyilvánvalóan a belső hardware kialakítása ennek a meglehetősen vékony, és amúgy 1,3 kilós, tehát pillekönnyű gépnek nem feltétlenül tette lehetővé a Sony, azért ilyeneket szándékosan nem fog szokott csinálni. Nagy valószínűséggel egész egyszerűen így fért el a hardware. Még egy érdekesség, itt kérem szépen van egy NFC logó, ami azt jelenti, hogy ugye a Sony mostanában nagyon nyomul NFC vonalon, tehát a saját hangszóróival, illetve bármilyen olyan NFC képes készülékkel a Vaio Duo 13 is csillagromboló, köszönöm, igen, már közben is rájöttem, Vaio 13 is párosítható, tehát ha mondjuk Bluetooth speaker, egy Sony NFC-s Bluetooth speakerünk van, akkor csak hozzáérintjük a Vaio Duo-t, és onnantól párosították egymást, szeretik egymást, és szólnak, minden rendben van. Portok szempontjából ultrabookos a helyzet, a két USB valószínűleg kevés lesz, de mivel mind a kettő 3.0-ás, azért egy elosztóval is, egy jobb 3.0-ás elosztóval el lehet lenni. Alapvetően gyakorlatilag az Ultrabook fronton már-már bevett szokás, hogy 2, maximum 3 USB portot kapunk, de egy nagyon könnyű, nagyon kellemes, szögletes, és szerintem egy nagyon maszkulin még ebben a férfi, vagy még ebben, jaj, itt van a rajzom, ezt meg akartam mutatni, ez a jegyzetelő alkalmazása a Sonynak, szóval, hogy még ebben a fehér színben is azért egy olyan kicsit karakteresebb, maszkulinabb jelenség a Vaio Duo, ez pedig itt kérem szépen a jegyzet, és ha már itt tartok, ha van hol a színhely, azt hiszem, és van benne 3G modem, egy Huawei modem van benne, valahol itt a hátsó peremen majd meg kell keresnem, hogy hova kell betuszkolni a SIM-kártyát, de most van itt az ideje annak, hogy ha már itt tartunk, akkor megmutassam pölö a digitalizáló kártyát. Dúdoljatok 10 másodpercig valami kellemes dalt magatokba, és jövök vissza. Ez is pendrive, most nem kell. Szerintem ez nem volt csak 7 másodperc, úgyhogy itt is vagyok. Gyorsan, ha már itt vagyunk, az extrák, mint ahogy a Vaio Pro, és most jól mondom, mint ahogy a Vaio Pro-nál kapunk egy HDMI, ez mászik magától. Hova mész? Hát ez de cuki. Mi van veled? Bevonzom a pénzt. Szóval egy HDMI VGA átalakítót kapunk a dobozban, ez már a Vaio Pro-hoz is járt. Kapjuk a zseniális kis mini routerünket, amit ugye már a Vaio Pro-nál is láthattunk, és ami azért nagyon zseniális, mert az amúgy nagyon kicsi picike méretű tápnak az USB csatlakozójába lehet bepattintani, és így soha nem fogjuk elhagyni, és egy LAN csatlakozóval egy 5 eszközt is kiszolgálni képes mini routert varázsol így a tápból és ebből a kis alkalmatosságból a Sony. Ez teljesen jó megoldás, ugye, ami nagyon hiányozhatott a készülékről, de a vastagsága miatt lehetetlen az a LAN-port, így ez is megoldódott mondjuk egy szállodai, csak LAN-os netes szolgáltatást kínáló szállodában is megoldottuk ezt a problémát. És a már említett stylus, ami súlyos, fém, egészen jól működik, és akkor mondjuk így meg tudom mutatni, hogy na, hogyha nem nyomom meg a gombot, akkor így működik. Hello, írta oda a Feki, a többit pedig még az előbb csináltam, amikor így játszogattam. Úgyhogy működik a dolog, jól használható a stylus, és amit az előbb meg akartam mutatni, oldalt ez a kis pöcök, ez arra szolgál, hogy a toll a kis fülét ide bepattintva szépen ott maradjon, és mindig velünk legyen. Nem a legelegánsabb megoldás abból a szempontból, hogy így azért még el lehet hagyni ezt a ceruzát, de azért, amikor így fölkapja az ember az asztalról, és elviszegeti valahova, akkor azért ez teljesen rendben van. Nyilván, amikor a táskába teszi, akkor fogja magát, letolja ezt a kis tollat, és szépen akkor elkezdi használni. Olyannyira, hogy van egy érzékelő ebben a kis fülben, vagy legalábbis valahol a környékén, abban a pillanatban, hogy eltávolítottam a tollat, fölugrott egy ablak, ami azt mondja, hogy a toll kihúzásakor végrehajtandó művelet, kihúzta az érintő tollat, a megadott alkalmazás elindul, amikor a Vaio számítógép bekapcsolt, vagy alvó állapot közben húzza ki a tollat, a Vaio Control Centerben ezt be tudja állítani. Tehát ő most érzékelte, hogy eltávolítottam a helyéről, a tároló helyéről a tollat, és hogyha akarom, akkor elindítja például ezt a jegyzet alkalmazást, az előbb valószínűleg ezért indult el, és akkor tudok például jegyzetelni, és a többi, és a többi.
ez most nekünk nem kell, visszaléptünk ide, visszamegyünk az asztalra, nekünk az jó lesz. Ez tehát a stylus, teljesen rendben van, pont jó súlyú, azért fémből van, minőségi darab, és fogjuk használni, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes ez a 13.3-as Full HD Triluminus IPS panel, egészen zseniális betekintési szögekkel és nagyon komoly színvisszaadási képességekkel, notebookokhoz képest mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon kiemelkedően jó minőségű panel ez, ráadásul Full HD felbontásom. És ez azért érdekes, mert hogy ugye már elég régóta járnak itt a próba. Mindjárt jön a zsanér, mert ugye nyilván az a legérdekesebb része, de most így kalandozok, majd visszakanyarodok. Lesz Woodkid is, ugye lejátszom a már ismert videoklipet, hogy hogy szól. Szóval, hogy azért most egy fél éve van az nagyjából, hogy találkozom olyan panelekkel, felbontástól függetlenül, de főleg HD felbontásban, ahol az apró pici bizbasz méretű elnézést, kis bigyókat is egészen jó pontossággal lehet már vezérelni, tehát gondolok itt erre a kis fűre alul az értesítési területre, tökéletesen jól lehet kezelni itt a Vajó Duo-val. Tehát itt már nem nyúl fél az ember, szépen le tudja a dolgokat tenni szinte rögtön, de természetessé válik a dolog, és ez azért nem olyan régóta van, tehát emlékszem, hogy egészen pocsék minőségű érintő panelekkel jöttek ki az első ilyen még notebook, de már érintő paneles dolgok, gyártótól függetlenül, és hát nagyon meg kellett fizetni, nyilván esetünkben is meg kell fizetni 480 ezer forintért az eszközt, de ki tényleg élmény használni, és ezzel a tollal egészen jókat lehet itt azért játszogatni, tehát például ilyeneket lehet egy Paintben rajzolni, és működik a dolog, és minden rendben van, teljesen jó használható, a Windows 8 pedig teszi a dolgát. Na! Jó, szóval, zsanér, egyrészt ez a mozdulat, ahogy kinyitja az ember egy picit itt aláfogújjal, megemeli a tetejét, és már egy rugó elindítja, tehát annyira próbálom úgy imitálni, hogy mennyire könnyű ez az egész. Újjal szinte csak visszatartom, és beakasztom két ilyen kis kampóba, és már is itt vagyunk a billentyűzetnél, és akkor még egy kicsit húzom az agyatokat a zsanérzatig, mert hogy a billentyűzetről még szó sem esett. Ejtsünk egyetlen vicces szót az úgynevezett touchpadről, ami itt található. Na most ezt tökéletesen lehagyhatta volna a Sony, próbálok mellé rakni valamit, ami érzékelteti, hogy mennyire felesleges az az eszköz ott. Mondjuk a stylus, azt ugye el tudjátok képzelni, hogy egy vastagabb tollméretű cucc. Na most úgy kb. 2,5 stylusnyi, talán 3 ez a touchpad. Soha az életben senki nem fogja használni, pláne egy ilyen zseniális érintő kijelző mellett. Mint ahogy az Acer, és annak is nagyon szerettem a zsanérját, ugye azt hiszem az R7 volt az, ott ugye hátul itt a panel mögött volt a touchpad, amikor notebook módban azt lehetett ilyen teljesen standard notebook módban is használni, teljesen fölösleges, talán a Sony sem merte meglépni azt, hogy lehagyja róla a tapipadot, finoman szólva sem élmény használni. A billentyűzet viszont rendben van, szigetes, háttérvilágításos, állítható fényerővel háttérvilágításos, ultrabookos, tehát rövid úton jár, ettől függetlenül teljesen jó használható, már amikor az ember hozzászokik egy ultrabookos billentyűzethez, azért egy normális rugóúta rendelkező billentyűzet után először biztos, hogy fájni fog, de ezt egész egyszerűen meg kell szokni. Egy nagyon szép kis sűjesztéssel itt is visszajön ez a szigorú romboló, csillagközi romboló dolog. Nagyon-nagyon kellemes, egy pici, fényes, vajó logóval, azt talán elfelejtettem mondani, hogy magnézium és, most nem jut eszembe, egy kicsit lesnem kell, mi alkotja a teljes készülékház egészét, így tud például 1,3 kg maradni. Mondom, hogy micsoda. Magnézium szinte minden, és alumínium, tehát az egész burkolat egy kicsi alumíniumot, merevebb alumíniumot tartalmaz a zsanérzat, de szinte az egész készülék borítás, leszámítva az előlapot, magnézium színezett, festett magnézium. Nagyon-nagyon rendben van. Zsanér, tudom, hogy akarjátok, jön a zsanér, mert a zsanér jó. A zsanér oldalról, kérem, alássan, így néz ki. Ugye itt jól látszik, hogy ez az a kicsit ilyen vastagabb, masszívabb dolog tartja az egész készülék, vagy az egész képernyőt, és ezt kérem szépen itt a nagyon nagy okosság, és akkor majd itt egy kicsit az autofókusz most nélkülözöm, mert ez lesz az érdekes, és megpróbálom menet közben megmutatni, hogy ez hogy is működik. Na, így, hogy van? Ott látjátok, hogy itt a kijelző, és ott van valami kis kampó,
az a kampó az, amitől az egész rendszer nagyon jól működik. Ugyanis az a kampó az, ahol ugye betámaszkodik, hiszen van egy rugó ott abban a zsanérban, ami hátra húzza, és ez a kampó akasztja meg ezt a rugót, hogy tovább tudja húzni, és ettől egy nagyon-nagyon kellemesen pici, és akkor kapcsolok egy képernyőt, mert ezt azért kevés notebook tudja. Szolid lóbálásnak még így is ellenálló, így, próbálom úgy csinálni, hogy lássátok, így, tehát, hogy nem engedi el magát a képernyő még fejjel lefelé sem. Azért fogni kell, tehát ez nem annyira stabil és tram, mint egy standard zsanér, úgynevezett hinge, ahogy a német mondja. De minden esetre látszik, hogy a Sony ezt átgondolta. Kapcsolok, vissza. Amennyiben még tovább akarjuk nézni a zsanérzatot, és hát miért ne akarnánk tovább nézni a zsanérzatot, akkor meg tudom mutatni, kérem szépen, pont fordítva kell fognom, hogy jó legyen, így. Tehát ezért mondtam, hogy én egészen biztosan nem fogjuk látni a hátlapját soha a készüléknek. Ha látjuk, akkor letéptük a kijelzőt, és onnantól nagy baj van. Tehát ez az, amit egy masszívabb, egy igazán érezhetően vastag, legalább másfél-két milliméter vastag alulap, ez tartja a hátlapot, és itt a bemélyedések, meg a kis dolgok itt látszanak a hátlapon, ezek ugye mind-mind fölfekszenek, és itt ez a két kis luk, ez azért érdekes, mert amikor tabletmódban használjuk, akkor is nagyon masszív hatást kelt, ugyanis ezekbe a lukakba kapaszkodik be a már előbb mutatott kis kampó, és onnantól szép, stabilan egybe tartja a készüléket. Ha akarjátok, most szerintem egészen jól tudom szemléltetni, hogy hogy működik ez a becsukás. Így szépen fölfekszik, és már készen is vagyunk. Most a kampók érezhetően ráakadtak erre a két kis lukba, amit mutattam, és innentől nem akar elengedni a képernyő, oda van tapadva, működik. Viszont amikor kinyitja az ember, akkor tényleg nagyon könnyű. Két ujjal egy picit itt megfogja az alját, és így két kézzel egy pillanat alatt a rugó hátrahúzza szinte. Ahogy úgy tudom, leginkább megfogalmazni, hogy természetes lesz a mozdulat, és nem érzi az ember, hogy ki akar a kezéből ugrani. Ott a szim. Láttad a szimet? Na, akkor megnézzük a szimet. Üdvözöljük szimet. Szim? Hol van? Hol láttad? Ott a szim! Kérem szépen, egy Huawei 3G modem lakozik ott a képernyő mögött. Oda kell betenni a szimet. Tehát ebben a készülékben is van. Látszik a nyilacska. Megfejtettük, minden rendben van. Tehát azt gondolom, és szerintem egyetérthetünk abban, hogy ez az egészen kellemesen, nyilvánvalóan azért a magnéziumhoz képest, de még merev ház, tehát szinte alig akar hajlani, a zsanér jól ki van találva, addig van egy pici nyeklő-nyakló érzésünk, amíg nyitjuk. Utána, ahogy ebbe a két kis kampóba beakadt, már egyáltalán nem fejnehéz. Próbálom borítgatni, mutatom nektek. Visszaáll a készülék, tehát nem akar borulni. És attól, mivel középen tartja a zsanér a készüléket és a képernyőt, böködésnél stabilan, szépen ott van, lehet vele dolgozni. Mutatok egy Explorert, így szépen. Tehát jó vele dolgozni, mert merev, tartja magát. Oké, feláldozzuk ezért az állíthatóságot, tehát ez a szögünk van, vagy a fekvőszögünk, de viszont így nagyon-nagyon kényelmes, tehát ebben a pozícióban én ülök, tökéletesen jól használható a Vajó Duo, és attól, hogy ennyire jól középen, szépen támasztja meg a zsanér, ettől nagyon kellemes használni az érintő kijelzőt, mert nem remeg meg, nem mozdul meg, stabilan, szépen működik, és lehet vele dolgozni. Nagyon rendben van. Ha már itt vagyunk, akkor gyorsan nézzünk egy hány újat érzékel típusú kis dolgot. Itt a Paint, azért látszik, leteszem tabletmódba, csak úgy nagyon fog csillogni szerintem. Most még ez elviselhető, és azt mondom, hogy 10 új. Ból nem érzékel 10-et. Na, akkor ezt még egyszer. Ami viszont kicsit csalódás lenne. Még egyszer. Jól oda nyomom. Bizony, ez bárhogy nézem, ez csak 5. Ami nem feltétlenül rossz, de 480 ezer forintról beszélünk, tehát azt kell mondjam, hogy ez azért nem olyan nagyon jó hír. 5 új intés, érintéses lesz, bizony. Erre egy merev műanyag rápattítható fedőtok lenne tökéletes. Igen, azt én is adom. Az valószínűleg a biztonságérzetén az embernek egy majdnem félmilliós gépnél sokat segítene. De hát az igaz, hogy a kijelző mind a mellett, hogy zseniális.
azzal a elhanyagolható hibával küszködik, hogy 5 újat érzékel egyszerre, de valószínűleg, na ha már itt vagyunk, akkor megmutatom a tollat is, és jó használni így a tollat, szintén azért, mert megvan támasztva a kijelző, szépen el lehet vele bókázni, elég precízen lehet vele dolgozni, Paintben egy kicsit bénább, ebben a jegyzet alkalmazással egy kicsit könnyebb, nyilván ott ki is van erre hegyezve a dolog, de egy nagyon kellemesen használható, nagyon jó érintésérzékeny panelről van szó, ami 5 újat érzékel. Na, volt már kijelző, volt már zsanérzat, volt már körbenéztük, portok, talán a belbecsről nem szóltam még, illetve aksidő melegedésről, ilyesmiről is. Elvileg 10 újas írja nekünk user 27400, a gyakorlatban most néztük meg, hogy gyakorlatilag viszont egészen biztosan nem, úgyhogy menjünk is tovább. Természetesen AIDA 64-et ő is kapott, egy kis futtatást, és hát több szempontból zseniálisan jó híreim vannak, ugyanis nagyon-nagyon meglepő adatok keletkeztek. Itt van kérem szépen a Stability Testnek az eredménye, most egy kicsit közelebb megyek, és akkor megmutatom nektek, hogy mit ír a Vajó Duo, hogy lássátok, hogy nem hazudok. 20 perc után, itt a jobb alsó sarokban látszik, kérem szépen, ja, azt így zárójelbe tenném meg, hogy úgy látjátok a kijelzőt, hogy 3 reflektor világítja telibe, tehát külön dicséret illeti a fényerőt, ami egészen rendben van, notebookhoz képest mindenképpen, tehát 20 perc után kérem szépen 65 fokra hevült föl a processzor, azt is elmondom, hogy milyen, stb. 65 fokra hevült fel a processzor úgy, hogy az idő felében 10 percig konkrétan nem volt hangja a gépnek. Ez azért is lehet, mert ugye 65 fok az még bőven-bőven a mindenféle lélektani határ 90 fok alatt van. Nagyon-nagyon-nagyon messze. És ugye 63 fok volt az átlag, 43 fokra tudta fölhevíteni, az amúgy meglepően gyors 128-as, nem csúcsmodell, de mégiscsak egy meglepően gyors Samsung SSD-t. És hát az average 40 fok, tehát az átlagos 40 és 63 fok, az kérem szépen egy vicc, és 10 perc után is, hát komolyan oda kellett hajolni az embernek, ahogy én először azt hittem, hogy valami, nem tudom én, valami másik szobából nagyon halkan átszűrődik valami piszegés, vagy nem tudom micsoda, tehát tényleg oda kellett hajolnom, hogy halljam azt, hogy a Vajó Duo éppen 100% terhelés mellett teszi a dolgát. Kimagaslóan jó eredmények ezek, mind a hang szempontjából, mind pedig hőértékek szempontjából. Ezzel együtt jár az is, hogy egész egyszerűen szinte nem akar fölhevülni ez a magnézium készülékház. Teljesen rendben van, parádés, brilliáns, iszonyú piros pont a Sonynak ezért a hűtés megoldásért, amit a Duo-ban alkalmazott. Egész egyszerűen nem emlékszem rá, hogy az elmúlt pár évben láttam volna ilyet. Igen, írja Lárci, hogy ez ús proci, de ez akkor is nagyon jó. Tehát azért ez egy ús i5-ös processzor, mindjárt majd belemegyünk a lelki világába jobban. Ez akkor is nagyon-nagyon-nagyon kemény, hogy 65 fokig tudott fölhevülni. Ja, hát nyilvánvalóan, mivel ennyire hűvös maradt a gép, tehát thermal throttling, semmi az ég egyet a világon nyoma nem volt. Úgyhogy mind a hang, mind a hűtés egészen egyszerűen parádés, tehát erre senkinek soha nem lesz semmilyen panasza. Na, ha már az AIDA éppen fut, akkor nézzük meg az ő kis belsejét. Látjátok, tehát ennyire természetesen és könnyen lehet ezt használni, ezt a kis gépet. HD grafik, ugye nyilvánvalóan dedikált véget nem kapunk, egy 4400-as grafikus kártyát kapunk, ami viszont egészen jól elboldogul középbeállításokon is még egy-két játékkal, majd későbbiekben mondok egy-két példát. Egy két magos 2300 MHz-en dolgozó i5-ös processzor, ha jól emlékszem, de most egy kicsit lesnem kell a Sony oldaláról, a 4000-es szériába tartozik, de ezt most nem fogom, 4200U, de jól emlékeztem. 4200U, ami alapvetően 1,6 GHz-en megy, amikor spórolni akar az energiával, de 2,6-ig megy föl, jelen állás szerint most 2,3-on megy. Ugye a 4400-as grafikot, HD graphics-ot kapjuk, az AIDA még nem szereti az érintőképernyőt, ezt mindig elfelejtem. Samsung 128 GB-es SSD-nk van, sajnos tehát szerencsére, tehát a Sony mindig jó abban, hogy a saját dolgaiba, tehát ezeket a Vajócenter beállításokat tök egyszerűen tudjuk alkalmazni. Ezek gyakorlatilag, mint ahogy az összes gyártónál fellogózott, logikusan és grafikusan összeszedett vezérlőpult beállítások általában, egy-két extrával kiemelve, ebben most nem mennék bele, mert már így is hosszú az adás.
De hogy ezek azért sok helyet foglalnak, úgyhogy 60-65 giga már eleve foglalt ebből a 119-ből. Ezért nem lenne rossz, külföldön van is belőle egyrészt i7-es procival, ami tökéletesen fölösleges, viszont van 256-os SSD-vel, ami viszont ajánlott lenne. Bár kint is vastagon fog a 256-os SSD miatt a ceruza az árcédulán, akkor már közel 2000 dollárra ugrik az ára, ami azért ijesztő. Ott 1400 dollár körül van ez az alapmodell, ami most itt is van, illetve van feketében, fehér, ebben a fehérben és egy ilyen extra pirosban. Magyarországon azt hiszem csak ez a fehér-ezüst kombináció van. 4 giga RAM-unk van, így van alaplapra hegesztve, egyáltalán nem bővíthető, szinte semmilyen módon nem tudunk belejutni a készülék belsejébe, még csavar se nagyon látszik, hogy hol lehetne szétszedni, úgyhogy erről le kell mondanunk. Az összes többi pedig gyakorlatilag láttuk. Ha már a végé a kártyáról ejtettem pár szót, akkor azért gyorsan elmondom, hogy milyen játékok azok, amiket mondjuk ilyen alapközép beállításokon egészen jól elketyegtet a Vajo Duo, ami kifejezetten jó hír, hiszen ha nem is egy gamer gépre számítunk, de arra semmiképpen nem számítunk, hogy bármilyen módon játékra valaha fogjuk használni. Most csak azokat a játékokat mondom, amiket kifejezetten jól kezel és teljesen jól el fogunk vele lenni. A Battlefield Bad Company 2-vel biztos jól el leszünk. A Metro 2033-mal is el tudunk lenni alacsony beállításokon, pedig az mumus szokott lenni. Mafia, alacsony beállításokat mondok, mert azért az mégiscsak biztosabb támpontot ad. Hát abból rengeteg van. Dirt 3, Modern Warfare 3, Elder Scrolls 5, Skyrim, Anno 2070, Alan Wake, Mass Effect 3, Diablo 3, Sleeping Dogs, Counter-Strike GO, FIFA 13, Dishonored, Medal of Honor Warfighter, Dead Space 3, Tomb Raider, SimCity, Bioshock Infinite, ezeket mind alacsony beállításon 40, 50, 60, 90, 140 FPS-sel elketyegteti, kérem szépen, a Vajo Duo, ami egyáltalán nem rossz hír. Hangzás, jöjjön Woodkid és az Iron, majd szép lassan fölnyomjuk, és akkor úgy lesz az igazán jó. Nem szeretjük a Binget feltétlenül, ezért Google-be fogjuk megkeresni. De már természetesen nyúlok a kijelző, az annyira könnyű és jó használni, egy kicsit följebb jövök, hogy így látszom azért mégis a készülék egészben. Tehát, hogy annyira jó hozzányúlni, hogy azt csinálja, amit gondolok, és ez azért mostanában kezdett el, és a Sony-nál ez tényleg második olyan készülék, aminél kifejezetten azt gondolom, hogy nagyon jó panellel, egy nagyon jó érintő képernyő. Wood Kid Iron, nem, ezt én ütöttem el, ezt is. Vimeo, így van, kérem szépen, meg is fogjuk nézni. Jó, már csinálja, csak egy kicsit a netünk most ugye az adás miatt el van foglalva magával. Na, tegyük le. Így, hangosítsuk föl, indítsuk el. Picit várunk, mert azért ilyenkor a netünk ugye emeglehetősen el van foglalva. És hangosítsuk föl. Egy perc valaminél kezdődik a lényeg. Így. Fölveszem a szivacsról, mert egy ilyen szivacslapom van. Valószínűleg asztallapon egy kicsit jobban fog szólni. Szépen szól, olyan egységes az egész, mélyeket ne keressünk, házi bulit, ahogy szoktam mondani, nem ezzel fogunk tartani, de egy olyan kellemes, kiegyensúlyozott, elég hangerő, főleg a méretéhez képest elég jó hangerővel dolgozik a kicsike. Ennél nyilvánvalóan láttunk már jobbat is, de mégiscsak egy 13-3-as tablet notebookról van szó, egyáltalán nem rossz ez a hangminőség, és mint ahogy mondjuk ezt ugye a jobb hifisták, vagy a jobb dolgoknál a hifisták ki szokták emelni, hogy maximális hangerőn sem torzít, amit azért sok gyártónál, vagy hát vannak olyan készülékek, ahol ezt nem lehet elmondani, tehát a hang is rendben van. Na, kérem szépen, jöjjön a vége, ami az aksiról fog szólni. Jó maga, mivel nem régóta barátkozom vele, nem vállalkoztam arra, hogy megnézzem, de
Utána néztem a neten, és finoman szólva is meglepő adatokat találtam, nekem is egy nagyon meglepő adat van. És egy kis tesztet, vagy hát egy kis próbát tennék veletek, aki konkrétan tudja az akkumulátor üzemidőt idle üzemmódban, tehát hogy ebben a nem létező és nem való szituációban, amikor csak úgy van a gép, szinte kikapcsolt állapotban, vagy szinte éppen hogy csak bekapcsolt állapotban van, de azért van és be van kapcsolva, aki tudja a konkrét adatot, nem mondja meg, kérnék szépen egy pár tippet, hogy mennyi ideig ment ebben az idle módban, tudom, hogy nem életszerű, de mennyi ideig ment ezzel az amúgy elfelejtettem mondani, hogy Haswell processzorral a Vaio Duo. Na, ezt a chatbe, hogyha megírjátok, akkor az nagyon jó lesz, addig egy picit összegzem, és akkor a végére hagyom a dolgokat. 480 ezer forint, baromi sok pénz. De 480 ezer forintért kapunk teljesen jó megoldásokat, egy nagyon kellemes, jó ötletekkel teletűzdelt, elképesztően jó érintőpanellel és panellel ellátott, alapvetően erős, csöndes, jó hűtéssel rendelkező, megbízható gépet. Még ez a mechanika is olyan, hogy az ember nem gondolja azt, hogy ez túlzottan hamar, ez a zsanérzat föl fogja adni magát. A magnéziumház, az egész készüléknek a kialakítása abszolút prémium. Az egész csomag valahol alátámasztja azt, hogy bizony ezért nem bokáig, hanem a pincé padlójáig le kell nyúlni a zsebünkben, hogyha ki akarjuk fizetni. Ez van, ez egy ilyen cucc. Jönnek az ötletek, olyan 10 óra már jó lenne, írja valaki, idle módról beszélünk, tehát amikor egy 47 wattórás aksi van benne, pici vékonyka gép, 1,3 kg érintő IPS érintő panellel, ami azért nem a full HD felbontásban, nem a legenergiatakarékosabbak közé tartozik. Azt írjátok, hogy 10 óra, 14 óra és 12 óra. Na kérem szépen, akkor gyorsan elmondom, hogy 23 óra 59 percig ment idle módban. Kérem szépen ezzel a Haswell processzorral a Vaio Duo, ami hagyjuk már, tehát nem létező adat. Egy teljes napot képes idle módban kibírni. Ehhez képest sem rosszak az adatok, még egyszer mondom, IPS panel, normális hardware, oké, hogy új processzor, de jó hűtéssel, aktív hűtéssel, 7 óra körüli értéket mértek ezzel a valós életet jobban szimuláló, majdnem teljes fényerőn, azért dolgozva, folyamatos wifivel netezgetve, 7 órát képes bírni ez a készülék, ami szerintem teljesen rendben van, teljes terhelésen 2,5 óra alatt kipukkad, ami szintén egyáltalán nem rossz, tehát 100%-os terhelésen 2,5 óra egy ekkora géptől egyáltalán nem rossz eredmény, de a 7 órát valóságban tudja, a 23 óra az, vagy a 24 óra azt felejtsük el, az nem lehet, az nem létezhet, nem történhet. Úgyhogy ez van, nagyon-nagyon rendben van a dolog, piszok drága, unikális, nem nagyon van ilyen a piacon. Én nagyon szerettem az Asusnak az R7 volt, ugye az, amilyen furcsa, kicsit hasonló zsanérzattal, jóval nagyobb méretben megtetszett. Azért ez a 13-as méret ebben a kialakításban, ezzel az exkluzív kivitellel, ezzel a magnéziumházzal, az egész nagyon-nagyon rendben van. A Vaio Duo az egy kifejezetten jó gép. Ennyi volt már a Pro Hardware TV, pénteken találkozunk. Vagy egy Fujitsu tablet jön, vagy egy Samsung 9-es Ativ Noti. Ez majd még eldől, hogy mit küldenek, mi az, amiből van teszt példány. Illetve már nagyon várom, és elméletileg Rudi kolléga visszahozta, bár csak később lesz róla írásos teszt, egy A4-es AMD procival szerelt 11.6-os érintőkijelzős, apró pici, nagyon-nagyon masszívnak és jónak tűnő, olcsó Asus Noti, amire nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy ha nem is pénteken, de a jövő héten ezt a kis Asus Notit elő fogjuk venni, úgyhogy ennyi volt már a Pro Hardware TV, én nagyon-nagyon megkedveltem, és kicsit szívemet fájdítva adom vissza a Sony Vaio Duo-t, de 480 ezer forint, szóval azért van egy de. Pénteken találkozunk este 7-kor, mindenkinek minden jót, szevasztok! We'll be right back.